Olvasunk egy részletet az evangéliumból, és igazán mindig az az izgalmas, hogy vajon az első keresztények, akik leírták, összeállították, miért helyezték bele a már kész evangéliumhoz? Mit szerettek volna ezzel üzenni? Miért pont ezt a történetet illesztették be? Hiszen teljesen egyértelmű, hogy Jézus rengeteg csodát tett. Ismerősökkel, ismeretlenekkel, ahogy most hallottuk, vakokkal, vagy bénákkal, vagy sántákkal, olvassuk az evangéliumokban. Próbáljunk egy picit ennek a történetnek a mélyére nézni. Vajon mit akar ezzel mondani az evangélista? Én azt hiszem, hogy nem elsősorban azt, hogy Jézus valakit meggyógyított. Én úgy gondolom, itt elsősorban a hitről van szó. És a hitről, Jézus követéséről, a krisztusi magatartásról akar nekünk valami nagyon fontosat üzenni. El van itt rejtve néhány dolog, ebből szeretnék hármat kiemelni. Az első, hogy hol játszódik ez a történet. Nem véletlen. Jerikó városában. Jerikó városa pedig több mindenről ismert, aki volt ugye velünk a Szentföldi zarándoklaton, az vissza tud emlékezni. Azt hiszem, a legizgalmasabb itt az, hogy Jerikó városa 250 méterrel a tengerszint alatt található. És ott épült ki hosszú-hosszú évezredekkel Krisztus előtt. A tengerszint alatt, valahol nagyon-nagyon mélyen, úgy is mondhatnám, valahol nagyon-nagyon az emberi lét sötétségében, a szívnek, a léleknek, a kifürkészhetetlen sötétségében. És ez a hitről nagyon fontos tanítást ad nekünk. Vagyis, hogy a szívünknek, a lelkünknek ezek a bugyrai, ezek a mélységei igenis hozzátartoznak a hit valóságához. A hívő és a hitetlen, a fényes korszakok, meg a sötét korszakok, amikor magunk alatt vagyunk, amikor nem találjuk az életünk értelmét, amikor nem látjuk meg az isteni világosságot, ez hozzátartozik az életünkhez. Ez a valóságnak a része. És nem meneküljünk el a valóságtól. Jerikó, azt hiszem, erre tanít minket. Hogy onnan 250 méter mélységből is tudjunk lassan fölkapaszkodni a Jézushoz. Második fontos dolog. Ez a vakember valamit elhagy, valamit feláldoz. Mi volt ez? A köpenye. Azt is mondhatnám, hogy az egyetlen olyan érték az életében, amihez még tud ragaszkodni, amiben tud kapaszkodni. Ugyanis ez a köpeny nem más volt, mint az, amit ő kiterít az útra, és eldobják oda a járókelők az adományokat. Aztán fölszedi, összegyűjti, és valahogy megpróbál belőle élni. A köpeny, a ruhadarab. Valami, ami hozzám tartozik ugyan, de érzem, hogy mégis el kell engednem annak érdekében, hogy Jézus nyomára tudjak szemülni. És nagyon izgalmas, hogyha végig lapozgatjuk Szent Márknak az evangéliumát, akkor a ruhadarab, a köpeny, mint motívum nagyon gyakran előkerül, és minden ilyen esetben gyakorlatilag arról van szó, hogy az illető, akinek ez a ruhadarabja van, a régi életét, a Jézus előtti életét el kell, hogy hagyja, és így Jézus nyomába szegődni. Tehát egyfajta megtérésről van itt szó. Valami, ami régi, valami, ami az előző életemhez tartozott, azt magam mögött hagyom, és valami, ami új, ezt a kockázatot vállalva így követni. Mert teljesen egyértelmű, hogy kockázat ennek a vaknak, hogy mi lesz a köpenyem nélkül. Az egyetlen, amiben bele tudok kapaszkodni. Nem tudja még. Csak Jézus nézi, és csak az ő nyomába akar szegődni. Ez az egy, ami számára egy biztosabban kapaszkodó innentől. Harmadik dolog, talán föl sem figyeltünk rá, lehet, hogy újra és újra el kell olvasnunk, hogy feltűnjön. Ugye azt olvastuk,
odaszóltak ennek a vaknak, az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Egy vakember, aki nem lát, hogyan tud oda menni Jézushoz, még mielőtt az meggyógyítja? Mert hogy így olvassuk, oda ment Jézushoz, az megkérdezte, mit akarsz, ő azt felelte, hogy lássa, és erre meggyógyult. Hogy tudott oda menni, anélkül, hogy már látott volna? Éppen ez az apróság feltárja számunkra, hogy itt egyáltalán nem a fizikai látásról van szó. Egyáltalán nem az az elsődleges, hogy Jézus az ő fizikai látását meggyógyítja, hanem itt a hit látásáról van szó. És ez azért fontos, mert az evangéliumokban újra és újra előjön ez a motívum, akár elég, hogyha csak megnézzük a föltámadás leírásait, látta és hitt, vagyis János apostol, amikor először az üres sírhoz lép. Látta és hitt. Vagy akár az Emmauszi tanítványok esetében, amikor azt olvassuk róluk a föltámadott Jézussal való találkozáskor, hogy megnyílt a szemük. Ez pontosan ugyanez. Látni és hinni. Megnyílt az én szemem is, akkor, amikor Jézus útjára léptem. Ez a hit. Valami egészen más fényben látni a mindennapjaimat. Az életem eseményeit valahogy így fényességben, az isteni fényesség által megvilágítani. És nyilván ez egyrésztről a Szentléleknek az ajándéka, másrésztről viszont mindig egy-egy picit az én tudatos döntésem. Napról napra, apróságokban megtenni ezeket a legfontosabb lépéseket. Például mit tudok meglátni? Mi az, ami egy-egy ilyen lépést konkrétan jelenthet? Meglátni azt, hogy mi a helyes döntés. Meglátni a szükséget szenvedő embertársamat. Vagy meglátni az emberi életemben, az én hétköznapjaimban az értéket. Vagy meglátni azt, hogy hol segíthetek bárki, nem bárhol. Meglátni azt, hogy hol tudom környezetem számára megteremteni azokat a lehetőségeket, amelyek jobban előmozdítják az örömet, a szeretetet, a békét és így tovább. Ez mind apró lépés a látásnak az útján. És hogy ehhez mi szükséges? Számomra nagyon kedves Dzsiga Jenőnek az a verszaka, amely a belső látásról tanít bennünket. Ó titkok titka! A földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot, és békét. Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.